Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Még mindig nem derült ki számomra egyébként, hogy csak a Wiener Linie járatain, vagy itt is kellene maszkot hordani. Ezt majd fogom figyelni, aztán max felveszem. A mai videóban itt vagyunk egy S80-as járaton. El fogunk menni Hütteldorfba, és igazából a mai videónak a fő célja, illetve csapásirány vonala, az nem más, mint a 40-20-asok megörökítése. Hát, mint láthatjátok, most nem ilyenen ülök, bár egyébként ülhetnék is, mert ezen a vonalon is több ízben közlekednek. No, közben elindultunk, fogalmam nincs, hogy ez egyébként hova megy, mert hirtelen jött egy 40-20-as, mondom, akkor felugrunk rá, az kész. Ugye a 40-20-as az tulajdonképpen itt van, ugye most a vezérlővel megyünk, ugye három részre szedhető egyébként, miért mutatok 5-öt meg 4-et, szóval három részre szedhető egyébként a motorvonat, de ezekről majd beszélünk, amikor leszálltunk, nem itt a zajban, most egyelőre élvezzük a retro hangulatot. Ugye, ha jól emlékszem, 120 darabot gyártottak ebből, és a 70-es éveknek a terméke. Igazi feelinges jármű, egy kicsit én a mi éveinkhez tudnám hasonlítani, csak egyrészt vasúton, másrészt pedig sokkal feelingesebb, én azt gondolom. Nem leszek népszerű már megint a jegyvizsgálók körébe, de látjátok, simán elketyeg a vasút nélkülük, itt Ausztriában legalábbis, a motorvonatok terén. De tudom, hogy ez egyeseknek egy bántó megjegyzés lesz, de hát nem annak szánom, egyszerűen csak ez a tény. S540, nach Wien fährt ein.
azt csinálom, hogy szakaszosan jövök vissza Hütteldorf irányába, mivel hogy itt 10 percenként jár a vonat, igen. Hát ez az, amit Budapesten nem tudom mikor élünk majd meg, hogy bárhol is 10 percenként közigazgatási határon belül egy ilyen fajta rendszerben közlekedjünk. Nálunk még ott tartunk, hogy évekkel ezelőtt átadtuk az újpalotai megállót, és hú de királyok vagyunk, mert a körvasúton van valamiféle értelmezhetőnek már talán nevezhető személyforgalom. De most ne vesszünk el ebbe, azt mondtam nektek, hogy majd beszélek arról, hogy három részre van bontva 40-20-asja. Igen, hát még annyit akartam mondani, hogy láthatjátok, hogy azért viszonylag mindent felvettem, ami csak szembe vagy hát ami jött nekem, meg ami szembe jött. Azért érezhetitek, hogy a 40-20-asok eléggé kikoptak, szóval nagy részében a talentek uralkodnak. Jöttünk, és csak fordulnak most már visszafele is a 40-20-asok. És akkor hát beszéljünk arról, hogy miért van három részre téve. Hát nem az, hogy miért van, hanem hogy három részre van tulajdonképpen osztva. Van a 40-20-as, van a vezérlőkocsi, ami a végén van, az a 60-20-as, és van egy köztes kocsi, az pedig a 70-20-as. Ezt láthatjátok is, hogyha megnézitek a járművet közelebbről, és ugye mondtam, hogy a 70-es évek terméke, tulajdonképpen jót mondtam, mert 78-ban kezdték el gyártani, és azt hiszem 10 évig gyártották is. Úgyhogy most 5 perc múlva jön egy nekünk, mondjuk 7 perc múlva jön nekik. Hát hogyha nem 40-20-as jön, akkor várunk még egyet, mert akkor a szembejövőt is felvesszük, ami viszont ugye megy felfele. Most már csak fordul a kocka. Igazából az a terv, hogy még egyet várok, mert még egy megállási pontnyira, illetve állomás köznyire vagyunk, azt hiszem, Hütteldorftól. Úgyhogy most egyet még megvárunk. Én kétlem, hogy az 40-20-as lenne, szerintem az nem az lesz. De viszont ez a 40-20-as, amit most elengedtünk, meg leszálltam róla, valószínűleg lehet, hogy előbb ki fog jönni. Francia tudja, hogy fordulnak, igazából az a probléma. De ugye egy 40-20-as felment még, az a piros összefirkált. Ergo az még lejöhetne, de kétlem, hogy a kék 40-20-as után jön, bár hogyha ez az a kék, amivel jöttünk, akkor biztosan nem, ha nem az a kék, akkor meg lehet. Hát, mint látjátok, nem az jött, egyébként ott meg húz el éppen a kisz. Az a kisz, ami egyébként még jól is néz ki, és kellően felszerelt, veszpános. No, megyünk Hütteldorfba, meglátjuk, hogy
elcsípjük-e azt a kéket, amit ugye, hát amiről leszálltunk ugye az előbb, de szerintem az itt fog eljönni mellettünk, én azt gondolom, úgyhogy nem lesz szerencsénk. Krisztiának nincs semmiféle.